Sziasztok srácok, Sándor Gróf vagyok a Voltanderből, és folytatni szeretném a páncélvadás sorozatot, amit elkezdtünk. Ugye most jöttünk el az élvezhető szintekhez szerintem úgy igazából, a Dicker Max-al, ami a Blitzben egy prémium páncélvadászon, ott itt a Tech Tree-be tartozik. Nagyon érdekes jármű. Érdekes, hogy a Blitzben ugye a Nash honnan voltam eredményes, a Dickerrel el voltam átkozva, itt a Nash honnan vagyok átkozva, a Dickerrel vagyok eredményes, és elég jókor a túlélési arányaim is. Hát Digger Max. Kicsi kaktojás abból a szempontból, hogy az ő 100 mm-es ágyúja az egy generációkkal korábbi ágyú, nem összetévesztendő és nem rokonítandó a 10-es feres tigris ágyújához. Még ugye a Nash Horn a BP és BA-s tigrisek 88 mm-es ágyújával garázzálkodik, a Nash Horn pedig a vadász tigris ágyújával van lényegében felszerelve. Ez ebből a szempontból teljesen egyedi konstrukció. Ugye ő elsősorban a bunkerek, géppuska, fészkek, egyebek rombolására és magát a járművet, azt a gyalogság támogatására tervezték. Végül a kettő flatton körül bevetése egy viszonylag kis számban. És elsősorban a kávé és ilyes nehéz tankok kilövésére, tanki hárításra, azonban is inkább a nehéz tanki hárításra specializálták őket. Gyorsan kukkantsuk át, hogy azért valamennyire páncélozva van a Dicker, hát lájtosan. És 50 mm itt a hasa. Ez a 61 fokos döntésszög miatt is 150 mm-t fog jelenteni, úgyhogy nem a hasa a gyengéje. Itt a font, ez a kis 12 mm-es semmiség, az 38 mm effektív védelmet ad, mert 77 fokban van döntve. A laposabb területet megint csak 50 fokot adnak, 30 mm ugye a felépítmény, mondjuk így. Ez kőkörösen 20 mm-es. Ettől csodákat nyilvánvalóan nem kell várni. Így nézünk ki. Röntgenbe, ugye itt a sebességváltó kormánymű szerkezet, van benne egy vödör olaj, úgyhogy szépen tud gyulladni. Itt van egy vezetőnk, az irányzó lövészünk, egy látásütce, egy úgymond machine gunner, de hát ugye géppuskázni nem fogunk a Dickerrel, mert nincs ilyen opció. És ott van hátra a commander, ami még lényeges, ugye hát nem csak a nagy kaliber miatt tölt lassan, hanem ezek itt a lőszerrekeszek, de ezekben ugye külön van a lőpót tartalmazó hüvelyrész, és külön vannak a warheadek, ugye a lövedékek. Ugye először bekongatják a malacot, aztán a lőpót töltetét, úgyhogy ezért van ilyen lassú töltési ideje Dickernek igazából. Ami figyelemre méltó benne az, hogy egy 15 fokos ágyus figyelésünk van, ami azért szerintem nem gyenge. Igaz, hogy közel 16 másodpercet tölt, de a 100 mm-ese az a vansatalos féle fajta löveg mindenféleképpen, úgyhogy érzed azt, hogy nagy pecsét van és mindenki gerincre válkozz, akit csak akarsz, lényegében véve ez a gép ez erről szól. Mit kell a Dickerre csinálni? Hátrányos térkép szerintem a War Thunderben a számára nincs. Prima megfelel távolsági harcra, prima megfelel városi gerilla harcra, felezép mögül kikandikálni, dombélek mögül fölbukkanni, orosózni egy nagyot, visszabújni. Nem kell vele bázispontokat foglalni, behúzni, szó szerint vadászni kell a tankokra, mint egy vadászember, szépen esbe ki kell őket lőni. Ez a stílusa, nem nagyon kell vele az élvonalba menni, nem arra való, nem a te dolgod, flankeljenek a medek, foglaljanak a medek, törjenek át a hevik, de szépen snipereket lefelé egyesével az ellenség és tankokat, a killekre kell hajtani, ez egy fregger jármű. Szerintem ennyi elég is Garázs Dumának, lássunk hozzá. No, be is csapottunk Port Novorossiysk kikötőjébe, Battle játékmód. Mindkét csapatnak van egy indulási pontja, amit már birtokol és az ellenfelét kell elvenni, ami közelebb van az ellenfél spawnjához. Meg kell a kúranyagot felvenni a Dicker Max-os videóhoz, mert vágás közben szembesült ebben, hogy ami már megvan hozzá, az eléggé hanghibás. Úgyhogy nekiugrok még egyszer. A 4.3-as Bát ratingre rendelkezik a Dicker. Akkora tűzereje van, hogy mondjuk így nem kifejezetten érzékeny arra feldobálja a mesvéként, de semmit nem adtam emberlé slotra, ő van egyedül. Így aztán nem is dobálta fel. Hát tudom, hogy egyek angolok kellene ebbe a VR magasságba szerintem. Mi lettünk a Green Reaper. A csúnya nagy kaszánka.
5-0-nál nagyobb aggódnám. Jól láttam, úgyhogy megpróbálok itt a szélen elsújni. Itt lehet hosszúakat lőni. Hát ugye ez sem a DeLorean, tehát már húzza a lángoló csíkot maga után a tajgába a sebességével, de... Azért... Tudok vele helyezkedni a térképen. Na, akkor a gond ez. Hát egy kicsi gondnak érzek ezekkel kapcsolatban, majd a Stuhler Emiler is, hogy gyenge az optikai zoom. Ez egy parancsnoki, és akkor ehhez képest meg ennyi a céloptika. Ez némiképpen behatárol minket, és ezáltal kevesebbet tudunk kihozni az ágyúból, mint amennyi benne van. Majd főleg a Stuhlernél ez probléma. A Stuhler most eléggé nerfelve lett a gránátjait tekintve. Mert én annak tartom azt, hogy egy M36 GMC-nek odaverek egyet a torony oldalába, közvetlen közelről. És még csak ágyúzávárt sem kap. Tehát most ez... Ha ez nem nerf, akkor nem tudom, hogy mi. Eléggé előre nyomultak a embereink, főleg a Skodás sáv az nagyon ember van, úgyhogy én is kénytelen vagyok szép finoman is, de közelebb arra szólni. Valamiként pozícióba kell kerülnünk. A grafikai beállítás nálam sem magas, úgyhogy menet közben épül a pálya. Ez abból adódik, hogy... És forrom melteket a szartól. Szóval ez nálam abból adódik. Próbálj beejteni a gránátot. Magasan kapta a tornyot. Tapogat ő is. Hát, semmi van, nézünk rá. Szóval nem gamer, hanem egy üzleti laptopról játszom, és hát az videókártyával annyira nincs helyzet magaslatán. Megvan egy kicsi sörme. Maximum egy kicsivel körülményesebb becserkelni. Mint hogy ők mozognak ugye a forgótól is tankihárítóikkal, helyeketekkel. Megbújtunk, jó sunyi módon. Na, hol vannak a flankereitek? Mi az, hogy nem ezt a flankerni? Ott van előttünk a spawn, felvonulási út. És senki? Eléggé a másik oldalt nyomják, csak az a baj, hogy így meg nagyon előre jöttünk, és ide már nem igen kéne ki merészkednünk erre a nyílt palcra. Most már a B-pontnak az ostroma fog következni. A csapatunk elég szépen hátutolta őket. Megpróbálnak ide menekülni. És ha türelmetlen voltam, ha vártam volna még, akkor talán
Lejött volna a csőbe a srác. Na, légy szíves. Mindjárt picsáját ködölszed ebbe az, amikor semmit nem látok. Kék pöttyön csak, hogyha nem a mi repülőink vannak, hanem ellenséges légi tevékenység zajlik, az már nekünk már régen rossz, mert kiemelt célpontjai vagyunk a repülőgépeknek. Úgyhogy itt mennénk egy páncernék, jó. Továbbra se nyomják ezt a flanket. Nyomulunk a spawnjuk irányába gőzerővel. És mintha legalábbis helyet akar lennék. Megoldották a kollégák. Húzzuk a pontjukat szépen befelé, és... Na, mász meg! Fordulsz rá, irányzó lövő széled. Anyák kicsájával szólok hozzá tartok. Gyerünk hát, lőjetek, töltsetek lószt. Bevált neki a ködölés, mert nem láttam és eldikáztuk a lövést. Kicsit rászögellek, meg ott már is a halott legénységi tagjaim vannak, oda már mindegy. Megvan. Kis légvédelmi. Meg tud minket fogni egyébként, mert ugye nyitott PD-ről lévő szó. Sajnos védtelnek ezzel a személyzet. Na hát egy 3 killes. Városi harcadik járás szerintem mutatja, hogy ebben jók vagyunk. Olyan rosszul nem végeztünk szerintem. Mehet a kövi. Nos, Karélia. Karélia egy orglövész paradicsom, úgyhogy nekünk a 15 fokos ágyis ügyedésünkkel ez a hegyes, limbes, dombos terep. Azt lehet mondani, hogy ha és amennyiben tartjuk a taktikát, igazából egy mennybéli környezet, de legalábbis könnyen az lehet. Ez mondjuk nem jól kérik ránk az artit, így a felvonulás útunkra, mert sajnos a repeszekre egyre érzékeny a udiker. Elég könnyen veszít legénységi tagot a repesz találat esetén.
Onnan szoktak általában ide átlőni, azért fordultam oda, hogy ott a kezdőjük. És ott egy eléggé kedvelt hely. Na bocsi, adok helyet, súdigunk. Ez ahhoz képest elég érdekes, hogy bemondta a találatot. De sikerült beejteni a gránátot. A tornyáról tudom, hogy pattantunk volna, legalábbis nagy az esélye ennek gömb szeretoronyról. És hát csak repesz kapott, mert a sziklát találtuk, mert nem még benne most teljesen biztos. Mert minden esetre nekünk is el kell pályáznunk szép lassan a többiek után. Csak itt nagyon könnyen hátba lövetnek. Sikrandós volt egy picit a helyzet. Még arra. Időként azért elcsodálkozom, hogy tudnak emberek ilyen hamar beaszni a repülőgépet. Kedves pánik hang, az már bemondta, hogy minden elveszett, ezt úgy csinálom ezt a kis csávót. Jó. Olyan rossz, hogy bemegyünk itt egy TD-vel, meg egy légvédelmivel. Ott foglalni. Így már jobb egy kicsit, itt a közepes tank. Már van már arból piszig lőszer, akkor azért a Wilderwind is, a 4 darab 20 millis tud alkotni elég rendesen. Megvan tesó, köszönjük a jelölést. Jobbra is láttam magamtól egyébként spotot odalent, csak... Nagyon hosszú, hogyha a wheelben jelölget.
Feljön, lássam meg minket hamarabb, mert akkor aztán dádában. Na nem. Úgy nézem, hogy a srác fölfelé fog itt jönni. Ma azt mondja, hogy engem bombáznak. Hát annyi van, hogy ezt most kijönték előlünk, sajna. Lassú voltam becserkelni. Aj! Az anyádat fordulj! Fú, bazd meg! Levert a víz. Szerintem, hogy 22-t is csak győzöm itt kimondani magyarul. Látott ő már engem szerintem. Úgy is jön. Csak ezt honnan jött. Elmúlt a figyelem a repülőgép. Nem baj, kövi. Hát éjszaka és délkóra. Határa. 38 fős szélességi fok. Spamra lövöldözős térkép. Jelenleg semmi a túltárom. Rendkívüli mód. Akkor lejönnek onnan, miért kijönnek minket. Nem tud belket a páncélegyesekkel együtt okoskodni. Ezt nem itt a A és C közébe menni. Ha lehet. És akkor oldalba szedni a ellenfelet. Hoppá. Ez nem jó. Jó, hogy én lágok az élre. Na, megint nagyon okos vagyok. Ne csinálta két fiúk, nubság. És soká nub megmozdulása. TD-vel az élre hasítunk össze. Nem nagyon akar neki tőszántukból agyon lövetésre előállni. Muszáj vagyunk soros így becserkelni a célpontokat.
Valahol fenn a kövek mögött kell lenni egy célpontnak a sport alapján. Vagy itt előttünk, vagy jobb kézzel esetleg kibukkanhat a támad. A zóna megvan. És most, hogy a zóna megvan. Hát igen, ez kiesett a pixisből. Forduljon át a dög. Itt van benne egy másik srác. A páncél négy szerintem mindjárt el fogja intézni, csak kérik az alatt, úgyhogy húzunk innen, mert nem igényli a szervezetem a repeszt. Beletűjük a roncsba, mi? Nem. És most mivel szöptük el a páncél négyet? Akkor viszont töltsünk. Na, ha ősi még nem mozdul ki, akkor lehet, hogy szerel. Meg a szemes sarkából látom, súlynak elfelé. Ujj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 
rendben, ágyúzávárunk előve. Hát... ezt a fagyot megnyaltuk. Újra spawnoltunk, mert ugye foglalással és killel azért be tudjuk hozni. Tudjuk azt, hogy legalább egy Hellcat fajtadék, meg egy Crusader, ha jól láttam. Itt volt a C-nél. És hát amit látom, csapataink harcban állnak. És valakit nem tudnak kilőni, csak jelölik, úgyhogy... van remény, a fregat szerezzünk még, magyarul killt. Magyarul kilőjük valakit. Szóval megvan, láttam repülni egy tornyot, írja a kolléga a csendben. Akkor nem kicsit szétlőtték az ellenséget. Igen, itt most már lesz valami akkor a spawn körül. Már még heten vannak, úgyhogy erősek. Az igaz, hogy beúsztunk minden a pontot, és a térképnek legalábbis a felét domináljuk, de... szemétrepülők. Szóval a helyzet nekünk kedvez egyenlőre, de még számítok valami ellentámadásra. Itt bőven elég hegységük van ahhoz. Hatan vannak, úgyhogy... arra, hogy megtámadjuk-e a bázisokat, vagy nem.
ellenséges repcsi. 872-re vannak elméletileg azok a szikrák. Az körülbelül valahol itt igényel felébe tartást. Akkor izgalom, hogy azon gondolkozom, bontani kéne egy sör, de hát ez most ilyen. Én már mindig epik. Különösen egy nagyható távolságú tankjártóval. Izgalom. Most már nem felezzük a fiúkat, mert felértek, és onnan már a FLAG 37-es tudja kezelni a problémákat. Most már stúrn ezerrel. És úgy láttam, hogy ezek már nem fognak volna felállni, ezek négyem. Innen már. Jobbára szerintem légi csapásokkal fognak próbálkozni. Rálöttem volna, már csak rajból is, ha be tudom fogni, de látszott, hogy nem. Hát ennyi lesz a Biker videó. Volt pörgős csata és nem olyan pörgős, és voltak szituációink. Be tudtuk vágni a nagy ágyút, ahogy kell. Beakaszottuk a lompost. Ketten vannak. Ha be is jönnek meg egyáltalán, akkor repülővel, vagy a spawnok ki lesznek lőve, úgyhogy elvonják tőlem nagyjából. Ennyi lett volna, srácok, aztán köszönöm, hogy velem vagytok, köszönöm a feliratkozásokat, lájkolni, megosztani ér. Ha most találtál ide, szeretném még többet látni, akkor egy subscribe, következő ebben a sorozatban a súlyremér, 128 mm-es lesz. És akkor már az ő fejlődési csúcsok, ennek az ágnak a taktikus csúcsa a rakétások. Ugye a rakétanyagpáncer 2 és a rakétanyagpáncer 2 HOT, HOT. Ezen az ágon fog most végigmenni. A fidezünk.